valóságos volt. A tavaly szeptemberben indult programban egri, gyöngyösi, pétervásárai és mezőkövesdi diákok vettek részt, az ő és tanáraik munkáját ismerték el a projekt zárásán a forrásban. Ezen az alkalmon mutatták be az íróról készült filmet is, amelyet a program keretében készítettek, akárcsak a látogató központban összeállított életmű kiállítást. A legnagyobb eredménye azt hiszem ennek a projektnek a Márai Központban bemutatásra kerülő Márai Életmű egy kiállítás, egy interaktív kiállítás segítségével, amihez még a következő két hétben készülnek el azok a foglalkoztató kis füzetek, amik a középiskolásoknak, általános iskolásoknak segítséget nyújt, hogy megismerjék az írót. A program befejezéseként a Gyulai Várszínház Hüves Könyvek című előadása volt látható. Az Élet nagy kérdései alcímmel Dunai Tamás előadásában hangzottak el Márai Sándor, Hanvas Béla és Vörös Sándor szövegek zenével és tánccal összefüggésben. Az ember hallja nagyon messziről az intéseket és figyelmeztetéseket, a világ mindenség óvó igazító zörejeit. Úgy lehet egy vonalra fölfűzni őket, hogy a három író nagyon hasonlóan gondolkodik bizonyos kérdésekről. Életről, halálról, Istenről, végtelenről, szeretetről, emberségről. Azt hiszem, hogy egységében is elgondolkoztató a dolog, az Élet nagy kérdései ez a címe. A tavaly ősszel indult programra 19 millió forint uniós és állami támogatást nyert el az Egri Kulturális és Művészeti Központ.